Ne csináld ezt velem! És megjelenik ott valaki! Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk legesleg újabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodálatos péntekestét szeretnék kívánni, és végre el is érkezett ez a nap, és itt vagyunk egy horror videóban. Szóval szerintem mindenki készíts elő a démon űző, illetve szellem űző felszereléseit. Most amúgy majdnem azt mondtam, hogy szellem idéző. Amúgy erre jut eszembe, én már idéztem szellemet. Voltam kb. Vagy 11-12 éves, és annyira megijedtem. Rendesen gyertyákat gyújtogattam, meg minden, és amúgy nem történt semmi. Bár egy utólag belegondolva, lehetséges, hogy nagyon, de nagyon nem kellett volna. Bár most már úgyis mindegy. A mai videóban pedig félelmetes, illetve paranormális videókat fogunk megnézni. Ja, és amúgy mindig figyeljetek, hogy nincs-e valaki, vagy valami mögöttetek. Még el sem kezdődött, de már most paráztatok mindenkit. Jó lesz ez szerintem, szóval kezdjünk is bele. Valami beindította a biztonsági riasztónkat az egyik házunkban 2 éjszakával ezelőtt. Ez már most rosszul kezdődik. Miért valami? Miért nem valaki? Ezt a biztonsági kamera felvételt pedig mi találtuk, de semmit nem loptak el. Na nézzük is akkor, hogy hogyan indult be az a fránya szirénátok. Hallod? Ott elsétált valami, és egy az egybe egy ember alakja van szinte. De érted, mennyire kedves szellem már? Azért, mivel ott van, beriasztja az egész házat. Ha ilyen történne nálunk, kifutnék a világból is. De már szerintem be van kapcsolva, mivel valami így nagyon halkan síp... Ja nem, most kapcsolta be. Pedig már előtte is sípolt valami, olyan hang is volt, mintha így mozgatott volna különböző dolgokat. Hallgasd! Tudod, kinyitott a hűtőjüket, megkaját, meg ilyenek. Biztos, hogy csak rossz a riasztó rendszeretek, és egy kis zárlat keletkezett, ezért magától bekapcsolt. Biztos, persze. Azt írja itt nekünk, hogy a rendőrök kimentek a házba, ugye a riasztó rendszer miatt, és azt mondták, hogy ki volt tépve a falból a riasztó, de rengeteg félelmetes dolog történt még ebben a házban, ezért is szereltek fel ilyen nagyon komoly biztonsági rendszert. Teljesen megértem én, hogy miért írt az elején, hogy több házatok van, és hogy nem ott éltek. Mert filmezte a holdat, hogy majd meg tudja mutatni a gyerekeinek, de egy nagyon félelmetes dolgot rögzített. Na nézzük is! Mintha valamin, vagy esetleg valakin átment volna. De hogy nem? Látta. Azt jól láttam! Hogy a hátsó kamerában, mintha egy fekvő ember lett volna ott. Te átmentél egy emberen? Nézd meg! Ott a feje, ott a lába, meg minden! Vagy rosszul látom? Hát fordulj már meg, és mutasd már neki, hogy mi van ott! Mi? Hátra néz, és azt mondja, hogy nincsen ott semmi. De tudjátok, hogy mi a legdurvább? Hogy ez a videó... Bár, ki tudja, itt volt egy pillanatra full feketeség, azt akartam mondani, hogy ez a videó nincsen megvágva. De amikor itt teljesen elsötétül minden, itt lehet egy vágás. Szóval lehet, hogy ez nagyon okosan van, csak megszerkesztve. Nincs ott semmi mutatja, utána pedig egyből odaviszi a kamerát, majd pedig megint oda, amin ugye átment, ami igazából sincsen,
Ne csináld ezt velem! És megjelenik ott valaki! Hát őt üthetted el akkor, csak már ugye felkelt. Nézd oda, nincs ott semmi! Az biztos, hogy eléggé para. Még akkor is, hogyha meg van szerkesztve. Írjátok le mindenféleképpen a komment szekcióba, hogy szerintetek ez valódi lehet-e, vagy pedig csak egy nagyon, de nagyon profi szerkesztés. Csak meg ne jelenjen valaki az ablak túloldalán. Hallod, most amúgy majdnem megijedtem a csávónak a tükörképét, úgyis azt hittem, hogy ez már az ablak másik oldalán volt. Azt ti is láttátok, amit én? Elsuhant ott valami. Biztos, hogy csak egy kisrác futott. Semmi probléma nincsen. De érted? Ott a csávó. Kitakar egy csomó mindent, ott pedig már a házuk vége van. Szóval, hogyha valaki ott komolyan futott, akkor nem eltűnt, hanem a csávó kitakarta, és amikor arrébb ment, akkor már ugye a ház takarja ki őt. Hát ezt meg lehet magyarázni? Nincs ebben semmi. Akarom megmagyarázni az egészet, de most eszmélek rá, hogy az nem is az utcán történt, hanem bent a házon belül, mögötte. Hát azért kellett egy kis idő, hogy lehessen nekem ez az egész. Biztos, hogy csak a gyereke ott futkorászott. Aha, és a gyereke átlátszó? Haver, ez már most rosszul kezdődik. Ez az egész egyébként a randonautikás kalandozásunkra emlékeztet engem. Hát milyen para helyet találtatok ti? Ricky egy szellem dobozt használ. Na az mégis mi? Életemben nem hallottam róla. Ja, akkor ez olyan, mint a K2, meg ezek, hogy figyelje a különböző frekvenciákat? Bár ha jól látom, ezen van hangszóró, legalábbis szerintem az az. Szóval ennek segítségével talán tudsz beszélgetni a szellemmel? Hát nem tudom, ennyire nem vagyok benne a témában, de nézzük is meg, hogy mi történt és hogy mire használ. Como te llamas? Te azt... Aha! Akkor annak segítségével tud beszélgetni a szellemmel, és azt a fura hangot már a szellembox adja ki. Megveszó. Lajjon vagy valami. Megkérdezi a nevét, erre pedig kinyílik az ajtó. Pont akkor fújt arra ugye a szél, és csak a húzat. Ja, várjunk csak, nagyon, de nagyon nem. Haver, én nem mernék ott kimenni. És teljesen megrémülve mondja, hogy remélem, hogy levideóztam ezt. Na erre én nagy eséllyel azt tudom mondani, hogy ez biztos, hogy igazi. Szerintem ilyen simán megtörténhet valakivel. Kérdezz már még tőle valamit, na. Most amúgy. Nagy a szám, úgy, hogy nem én vagyok ott. A következő képet posztolta azzal a leírással, hogy ezt a szomszédom kertjében fotóztam, és Lencse végre kapott ott valamit. Biztos, hogy csak a faágak úgy állnak, mintha egy ember lenne ott. Annyira jó, hogy velem nem történnek ilyenek, és hogy nem fotózok én ilyeneket. És tudod, most, hogy ezt kimondtam, ezentúl folyamatosan ilyenek történnének velem. Hát... Nem hiszem, hogy nyugodtan aludnék, de legalább lenne belőle egy csomó jó dokumentáció, amiből videók készülnének. Jaj, a macskák deparák amúgy, főleg, hogyha elkezdenek a semmibe nézni, és így követik a fejükkel, mintha lenne ott valami. Ez a videó akkor lett készítve, amikor vakáción voltunk decemberben, amikor pedig hazaérkeztünk, a macskánk nagyon-nagyon agresszív volt, mi pedig megnéztük a biztonsági kamerákat, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy nem történt semmi különös, és a most következő felvételt találtuk. Már az is para, hogy a szeme így világít, a
sötét miatt, és nézzétek meg, hogy a tükörben is hogy néz ki. Ne csináld! Libabőrös! A lábam! Tudod, konkrétan egy árny elkezdett menni. De a macskának is feltűnt az. A fejem teteje is most már egyre jobb. Hallod? Megjelent egy másik macska. Hát szívbajt hozod rám. De akkor ezek szerint a másik macskának is feltűnt az a valami, ami ott a folyosón elsuhant. Haver, mozog az asztal. Becsukódik magától az ajtó. Az asztal is megmozdult, azt jól láttam, ugye? Aha, és nézzétek meg, a fotelban, miközben mozgott az asztal, egy árny volt. Tudjátok, szegény szellem csak leszeretett volna ülni, de hát véletlenül belerugott az asztal lábába. Mi ez az egész? És ott pedig már csukódik is be az ajtó. És az állatok amúgy megérzik az ilyeneket. Hogyha nem is történtek volna ezek. A kamera pedig a legvégén itt teljesen megfordul. És ki is kapcsolt talán. Mert hát nincsen tovább a felvétel. Ki tudja, hogy azután, ami után már nem lett rögzítve semmi, még mik történhettek ott? Na hozd is a szelleműző cuccaidat, azaz! Lépteket hallanak. Hát de gondolom, hogy valamilyen szállodában vagytok, és a fölöttetek lévő vendég. Hát de nincsen ebbe semmi para. És tudod, igazából kivettek egy komplett házat, és csak ők vannak ott. Ó, hogy nem egy szállodában vannak, ahol emeletek vannak, különböző vendégekkel, hanem felettük egy padlás van. Na, az mondjuk különös. Nem akarok megijedni. Ott van a kezébe a kis K2, hát az csak bejelez, hogyha valamilyen paranormális dolog van ott. Haver, miért kapcsolod le a lámpát? Miért szivatod saját magadat? Szóval csak lépteket hallottak, felmentek és nem történt semmi. Nyugodjunk meg, biztos, hogy csak képzelődhettünk. De akkor is nekem ez nagyon gyanús, hogy mi is halljuk ennyire hangosan a videóban a lépteket. Mi van akkor, hogyha csak így random bevágtak és elszínészkedték ezt az egészet, hogy jaj, felmegyünk meg minden, és ránk akarták hozni a frászt. Egy Facebook felhasználó a biztonsági kamera felvételeket nézegette, amikor talált valami félelmeteset. 7-2-2020. Mondja a dátumot. Az út közepén van ott valami. Most mit kell nézni pontosan? Ja, ezt a sétáló embert ott. És utána pedig eltűnt. És itt mutatja nekünk, hogy komolyan teljesen eltűnt, és nem ment be az egyik apartmanba se. És elmegy ott most egy kocsi. Senki nincsen ott. Az ilyen biztonsági kamera felvételek azért a legfélelmetesebbek, ugyanis láthattuk itt is, hogy a biztonsági kameráknak az ilyen rendszerébe van benne. Szóval ezek 100%, hogy nincsenek megszerkesztve semennyire. Szóval ez biztos, hogy megtörtént. Ment az éjszaka kellős közepén szellemet vadászni, persze. Azt mondja, hogy ezen a helyen rengeteg paranormális jelenség szokott történni. Nincs itt semmi para, csak egy ilyen romos hely. Nyugodjunk meg!
így most már nem annyira nyugtató. Siempre, siempre, siempre es algo. No saco de mi cabeza esa. Lehet, hogy nagyon nem kéne ilyen közelről néznem. Nehogy megijesszen itt valami engem. De mintha komolyan ott lenne valaki. De ott írja is nekünk, hogy aki videózta ezt, nem vette észre a figurát. És már arrébb is sétált, hogy most nem jött össze fenébe. Majd máskor, holnap is jön ide. Hát mit nem mondjak? Parák voltak ezek a felvételek, nem is kicsit. Nagyon remélem, hogy jól fogtok tudni aludni ezek után, ugyanis én igen. Na de ennyi is lett volna ez a videó. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Nézzetek mindig az ágyatok alá. Ez nagyon fontos. A Facebook, illetve az Instagram oldalon plusz a webshopom is. Ott van lent a leírásban firmitas.hu, elérhetőek már egyébként a pulcsik is. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, mert találkozunk hamarosan, addig is szevasztok!